házi orvos az első szűrő, ahol kiderülnek a betegségek, és a megelőzésben is fontos szerepe van az alapellátó rendszernek. A praxisokat meg szeretnék erősíteni, 10 milliárd plusz forint jutott idén az alapellátásba. Rutin vizsgálatok a házi orvosnál. A vérnyomásmérés, a vércukorvizsgálat, az EKG, a szemvizsgálatok mind-mind segítik számos népbetegség diagnosztizálását. A családorvos az első szűrő, ahol időben kiderülhetnek a betegségek, és elkezdhetnek egy korszerű terápiát. Ezért továbbra is cél a lakosság egészségügyi állapotának széleskörű felmérése. A házi orvosoknak új törzskarton rendszert kell bevezetniük, amelyben egy kérdőívet töltetnek ki betegeikkel. Ebben lesz vonatkozó kérdések betegségekre, sportolási, táplálkozási szokásokra, családi állapotra és gazdasági aktivitásra is. Az egészségügyi nyilvántartás segítheti a gyógyító munkát. A házi orvosokat kiszolgáló infrastruktúra fejlődik, de még mindig probléma a szakma előregedése. A megyében vannak betöltetlen házi orvosi praxisok is, a nagyobb városokban nincs üres körzet. Az elmúlt hónapban 10 milliárd plusz támogatást kapott az alapellátás, ebből az összegből a fogorvosok és a védőnők is részesültek. Nagyon ügyes vagy! Egy 5 hónapos kisfiú fizikai és mozgásfejlődését ellenőrzi a védőnő egy vidéki körzetben. Az első perctől figyelemmel kísérik a gyerek egészségügyi állapotát, ismerik a családokat, azok szociális helyzetét. A magyar védőnők egészségvédelemmel kapcsolatos munkája kimagasló, bővült kompetencia területük is. Most azt szeretnék, ha az egészségügyi bértáblához csatlakozhatnának. A feladatainkkal mi bőven kitöltjük a 8 óránkat, sőt még a 8 órán túl is dolgozunk, és hát ezzel az új bértábla fejlesztéssel sajnos oda fogunk kerülni, hogy az alapellátásban dolgozó főiskolát végzett, akár egyetemet végzett védőnő kolléganők kevesebbet fognak keresni, mint a szakellátásban dolgozó OKH szintű végzettségű ápolók. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet most. A bérrendezés mellett az alapellátás szakmai fejlesztése is napirenden van. A cél, hogy minél közelebb hozzák a szakellátást a lakossághoz, a csoportpraxis, illetve a praxis közösségek megalakításával. A témát folytatjuk itt a stúdióban az alapellátás igazgatójával, Csikós Péterrel. Jó estét kívánok! Köszönöm sokan, jó estét kívánok! Talán rögtön a fogalmakat tisztázhatjuk is, hogy hogyan alakulnának meg a praxis közösségek, és mit jelentenek a csoportpraxisok. Igen, tehát ugye két nagyon fontos fogalomról van szó. Az egyik az, hogy a praxis közösségben, vagy a praxisok, tehát ugye a háziorvosokról beszélünk, akik ugye a praxis tulajdonosok, ők állnának össze egy közösségé, és ők lennék azok, akik tovább fejlesztve magukat, vagy egyik szolgáltatásukat, különböző szakemberekkel társulva, tehát dietetikus, gyógytornász, akár védőnő, vagy bármilyen más szakellátásban, vagy egyetemet, vagy főiskolát végzett egészségügyi szakembert, ők alkalmaznának közösen, és a területeken ugye magasabb szintre tudnák emelni a betegeknek az ellátását, illetve a megelőzés szempontjából a prevenciót. Mi lenne ennek az előnye elsősorban? Az előnye az lenne, hogy a betegek, akik most jelenleg megyünk egy egyszerű gyógytornász feladatot, ugye a háziorvos be kell, hogy küldje a kórházba, szakellátás, szakrendelés, a többi, és utána ott lesz felírva. Itt viszont a helyi szinten tudnák kezelni, tehát a beteg ugye lakóhely közeli ellátás, ez lesz a legközelebb ilyen nagy fogalom, amit mindenki meg fog jegyezni. Az a cél, hogy a beteg, illetve bocsánat, a lakosság, mert ugye nem minden esetben betegről kell beszélni, a lakosság minél hamarabb és minél közebb a lakóhelyéhez kapja meg azt a fajta szolgáltatást, amit meg lehet neki adni, és szükséges az egészségének a megtartásához, illetve hogyha rehabilitációról van szó, akkor ehhez. Mi kellene ahhoz, hogy elinduljon, tehát hogy kezdjenek megalakulni ezek a közösségek? Idő kell, és nyilván még a kormány rajta van, és a szakmapolitika nagyon rajta van, hogy hogyan kell kialakítani. Nagyon nehéz azt, hogy hogyan alakulhat ki mondjuk Nyíregyházán, Szabolcs megyében, vagy egy kisebb településen, hogyan alakulhat ki Budapesten, vagy mondjuk egy Dunántúli megyében, vagy egy városközpontban, mert hogy másabbak a feltételek. Tehát nagyon nehéz az, hogy ugye itt vállalkozó háziorvosokról beszélünk, hogyan lehet őket összevonni, hol van annyi szakember, hogyan fogja megérni, hogyan lesz a finanszírozás, ne felejtsük el, nagyon fontos, hogy hogyan történik a finanszírozása a szakdolgozóknak is, és ugye ezeknek a közösségeknek is, valamint a szakmai felügyeletet ki fogja felügyelni felettük. Tehát ugye ez azért már nagyjából ki van
dolgozva, de folyamatosan vannak különböző megbeszélések, értekezletek, konferenciák, ahol ez mindig téma. És ugye még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy Budapesten, ide is szeretnénk Nyíregyházán egy hasonló ilyen megbeszélést, ahol el tudjuk mondani azoknak a szakembereknek, akik ezt ki fogják alakítani, vagy akár törvénybe fogják kitartani, hogy hogyan történjen, hogy mindenki megtalálja benne az ő érdekét. Ez kényelmesebb lenne a betegnek, szakmailag is indokoltabb lenne az, hogy tímben dolgozzanak együtt a szakdolgozók, különböző szakorvosok is akár, és a házi orvosok. Hogyha ez megvalósul, akkor milyen hasznát, milyen előnyét fogják látni, vagy fogja látni az egészségügyi szféra? Bocsánat, nagyon fontos, hogy a praxis közösségek és a csoportpraxis pedig ott szakorvosok együtt dolgozna a házi orvos, tehát ő maga is nagyon sok olyan nyíregyházi háziorvos, akinek különböző szakvizsgája van. És ugye nyilván azt az OEB befogadná, és ott finanszírozná, amikor ő megnézni a beteget, mert most úgy történik sok esetben, hogy ő saját magának beküldi a rendelőbe, a szakrendelőbe a beteget, és ott nézi meg a saját maga által beküldött beteget. Itt, hogyha megtörténne az, hogy a beteg elmegy a háziorvoshoz, ahol vagy maga a háziorvos is mondjuk diabetológus vagy endokrinológus, ő megnézi, vagy ott van mellette olyan szakorvos, akit ő, mondjuk maga az a csoportpraxis finanszírozta az OEP, akkor ott megnézik, és nem kell tovább mennie, nem kell a kórház rendszerébe menni, a szakrendelőbe, és nyilván ezzel lehet termentesíteni a kórházakat, vagy a szakellátást. Gazdaságilag meg jobb lenne, jobban működővé válhatna az egész alapellátás rendszere. Tehát finanszírozási oldalról is előnyösebb lenne. Hogyha maradunk annál a gondolatnál, ami ebben a bevezető riportban is szerepelt, az, hogy a családorvosok az első szűrő, és hogyha nem is azt a szót használjuk, hogy a beteggel való találkozás, ugye a háziorvos az első, aki látja a saját páciensét, mondom akkor így, mindenképpen indokolt az, hogy tovább erősítsék az alapellátásban a háziorvosi szolgáltatásokat. A fejlesztések azok az elmúlt években megtörténtek, azért itt a megyeszék helyen, de a kisebb városokban is megfelelő eszközökkel, orvostechnikai műszerekkel ellátottak a rendelők, és megújultak a rendelők, ugye ezt láttuk is, viszont tudnak-e elegendő időt fordítani a betegeikre, foglalkozni a betegekkel? Szóba került ez a bizonyos kartonozás, ennek mi lenne az előnye? Tehát ugye nagyon fontos, hogy a cél az lenne, hogy a családorvos gyógyítson. Tehát ugye minden más adminisztratív feladatot a válláról le kellene venni. Most vannak különböző statisztikák, 70% adminisztratív tevékenységet végez egy háziorvos. Ez nagyon magas szám a betegellátáshoz képest. Tehát neki, bocsánat, és nem beteg a lakosság, neki ugye a szakma csúcsa az lenne, hogy a beteget vizsgálja, gyógyítsa és ellássa a tanáccsal. Amellett legyen mellett olyan szakember, ugye itt van az egészségügyi karunk, ahol magas szintű diplomás ápoló képzés van, vagy más ügyvitelszerző, akiket, hogyha finanszírozna az állam háziorvos felveszi maga mellé, és már alapvizsgálatokat miért ne tudna elvégezni? Hisz rengeteg olyan közösségi ápoló címszóval lehetne egyetemet vagy főiskolát végzett ápolónő, aki ugye egy beteget meg tud vizsgálni, vagy lakosságot, bocsánat, pácienst meg tud vizsgálni, és utána az orvosnak már csak az alapvizsgálatokat ugyanúgy elvégzi, és az adatok alapján ő már egyből tanácsot tud mondani. Hisz a piramis csúcsa ebből a szempontból az orvos lenne, ő az, aki a szakmát képviseli. De akkor kell egy ilyen adatbázis, most ezt a szót használom, mert hogy ez hiányzik jelen pillanatban. Nem teljes, igen. Most ez fontos, hogy ez nem az, tehát nem úgy kell képzelni, hogy most az orvosnak neki kell ülni, és akkor be kell majd gépelnie, hogy hívják, stb. Mert nyilván ezt egy adminisztrátor is meg tudja tenni, főleg, hogyha egészségügyi végzettsége van. Fontos lesz, hogy igen, minden háziorvosnál legyen egy olyan adatállomány, amit ő a későbbiekben, akár az emberek haláláig tudja kezelni, és nagyon egyszerű lesz, mert mindent arra fel fog vezetni, és bárhova kerülünk a világba, akkor ezt fogják tudni esetleg hasznosítani. Könnyebben láthatók a rizikófaktorok is. Ez egy nagyon fontos a prevenció, ugye? Nem beszéltünk, mert ugye nagyon nehéz, de hogy a prevencióra próbálják hangsúlyozni. Tehát ugye a megelőzés nagyon fontos lenne. És nem mindig azt várja mindenki, hogy majd a háziorvos, majd az egészségügy, az embereknek maguknak kell az egészségüket tenni. Nyilván ebben segítséget ad a lakóhely közeli ellátás, tehát a háziorvos, vagy a praxis közösségek, és a kórház is. Az egészségügyi közéletben folyamatosan felszínen van a bér, a béremelés, bérrendezés, kompenzáció, adósságeltörlés, hogyha a kórházakról beszélünk, és egy picit az alapellátásban úgy látják, hogy ők kiesnek ebből, a béremelésből, a bérrendezésből. Most volt egy pluszforrás, amit már ugye augusztus hónapban a praxisok megkaptak, és lesz egyébként jövőre, vagy folytatódik a béremelés, és nem maradnak ki sem az orvosok, sem a szakasszisztensek, és a védőnők sem ebből a béremelésből. Mivel lennének elégedettek a védőnők?
Tehát én azt gondolom, hogy az idei évben megtörténtek azok a béremelések, illetve már rendeletben is van, mind a hogyha védőnökről is beszélünk, hogy hogyan és milyen formában fognak béremelésben részesülni a védőnők. Ugye a háziorvosok, itt most a felnőttgyerek és a fogorvosok is sem maradnak ki abból a fajta praxisoknak a finanszírozás emeléséből, tehát ők is megkapták az idei évben előirányzott 100 és 130 ezer forint per praxisonként, ami nagyon fontos, még hogy a védőnők is, ugye most augusztusban volt egy utalás, ahol egy összegben januárig visszamenőleg megkapnak egy bizonyos összeget, és az a szeptember hónapra vonatkozóan már októberben kifizetésre kerül, és október hónaptól pedig a védőnöknek az alapbérébe be fog épülni ez a fizetésemelés. De kereshetnek-e annyit, mint a szakdolgozók, mondjuk a kórházi szakdolgozók, hiszen nekik ez lenne a céljuk? Igen. Tehát ugye pont az a cél, hogy ugye most lesz egy fizetés, és a későbbiekben is, ugye a kormány kiemelten kezeli a védőnőket, én azt gondolom, és minden formában próbálja támogatni. Tehát ugye az, hogy ugye múlt héten csütörtökön már rendeletbe belekerült az, hogy ezt be kell építeni minden munkáltatónak a védőnőknek a bérébe, és ugye szeptember hónaptól, tehát azt jelenti, hogy az október, ez már azt gondolom nagyon nagy teljesen, hogy el tudtuk érni. Igazgató úr, köszönjük szépen, lesz mivel folytatni szerintem legközelebb. Igen, köszönöm szépen, kezdjük.